Elméletileg. Jó. Tehát a hasi légzést fogjuk gyakorolni. Ez válszélességben állunk, lehet ülőhelyzetben is. Nyár van, ezért vakarózunk is a felvételen. A válszélesség, párhuzamosak a lábfejek. Kezek az alhason, lányoknak bal kéz van alul, fiúknak a jobb. Ha az alul lévő kezed hüvelykúlya beleér a köldökbe, akkor jó helyen vannak a kezeik. És az a feladat először is, hogy orron verni a levegőt. Lehet, hogy nagy melegben ez nem annyira működik mindig. Meg van duzzadva a nyálkahártya az orrba, akkor ez lehet, hogy akadályoztatott, de megpróbáljuk. A nyelv a tájpadláson, a fogak mögött. Szokták mondani, ahol így redőződik. Utána olyat is szoktunk mondani, hogy oda kell tenni, ahol így bizsereg, mint a 4,5 voltos akkumulátor annak idején, akinek volt ilyen. Volt, aki a távirányítóban a 9 voltosat is megkóstolta, ez egy kicsit nagyobb. És csak lélegzünk, orron be, orron ki, és hozzá kell igazítani a hasmozgását. Ja. És belégzéskor egy kicsit kinyomod a hasad, kilégzéskor meg behúzod. Ez a kezdő, hogy először elő próbáld meg megmozdítani a hasat, hogy ez megy, akkor egyből lehet oldalt is. Ha az is megy könnyedén, mert már gyakoroltad, akkor még egyel oldalt, itt teljesen oldalt ezt a részt, mint ide tennéd a kezed, akkor ezt kell megmozdítani. Hasi légzést gyakorolunk, csak orron lélegzünk. A fejet lehet még igazítani, ha érzed, hogy nem függőleges a fejed, akkor húz vissza a másik oldalra, a tért, ha lehet, be van hajlítva, az áll egy picit le van húzva, fejtetőt meg fölnyomjuk. Alatta mindent lazítunk, ez hasonló, mint a bucsi vagy alapállás, és az úgynevezett 10 alapelvet igazgatjuk benne. Elégzéskor lazítunk, kilégzéskor pedig a gátat össze lehet szorítani egy kicsit, meg egy nagyon picit felfelé emelni. Tehát kilégzéskor összeszorít a gát és emel föl. Ezt otthon lehet tükör előtt is gyakorolni. Akkor az egyik kéz a mellkason, a másik a hasnál, és akkor lehet nézni, hogy csak a has mozog ki és be, a mellkas nem. Ha megmozdul a mellkas, az már nem ez a légzés. Végtelen sokáig, hát ha neves költőt idézve, ezt életen át kell játszani, vagy gyakorolni, vagy még azon is túl. Hát állandóan lehet hasi lélegezni. Hogyha sokat csinál, akkor ez magától belekerül a mozgásba, tehát a tájcsi mozdulataiba. Van, amikor direkt így lélegzünk, és akkor meg lesz, hogy melyik mozdulatban, mettől meddig be, mettől meddig kilégzés. És akkor most tovább megyünk, a kezet így kinyitva, tedd ide oldalt, lehet egy kicsit előrébb is a kéz, és próbáld meg, hogy itt oldalt is emelkedjen, tehát nem csak teljesen elő, hanem itt nem tudom, 45 fokos szögbe, meg ebbe a 90 fokos szögbe oldalt, és belégzéskor kimegy, kilégzéskor pedig próbáld összehúzni a csípődet, derekadat. Csípő. Akkor belégzéssel szétmegy. Azért vagyunk ilyen furák, mert megy a felvét.
azt gondoltam, hogy fölvettük. Ügyes vagy, hogy ide értél. A terrornak volt eredet. Hajlítsd be a térdet egy kicsit. Hajlítsd be a térdet. Úgy. Hogyha nem akar behajolni, az lehet, hogy azért van, mert hogy egy kicsit így befelé áll, akkor egy kicsit kifelé kell fordítani csípőből a lábat, akkor bele tudsz ülni, és akkor elérhető az, hogy úgy állsz, mintha ülnél. És akkor belégzés oldalt, kilégzéssel pedig behúzzuk mindent. A tájcsiban alkalmazunk ezt a hasi légzést, egy idő után a fordított légzést. Ezeknek van kombináció, itt 3 vagy 4 fázisonak hívunk. Meg van egy úgynevezett teljes légzés, amit lehet még benne gyakorolni. Nem kell koncentrálni, ez inkább ilyen lazításos módszer. Tehát ha egy idő után így összeragadt a homlokod, vagy a homlokodon a ránc az nem jó. Lehetne azt mondani, minél többet gyakorod, annál simábbnak kell lenni a homlokodnak. Igazából, amikor jelentkezik valaki tájcsira, meg szoktam nézni, hogy sima egy homloka, mert akkor így kevesebb dolgom van. Érdemes közben mosolyogni. Akkor még egyet vártunk rajta. Ez a legnehezebb általában, hogy ide hátra kellene lélegezni, hogy kiteszed ide a hüvelykujjad, vagy a bütyköket a kézen, és belégzéskor megpróbálod ezt a hát túlsó részt megmozdítani. Ilyenkor a has előre felé nem nagyon mozdul. Belégzéskor meg beengeded, ez a bordák alatti puha terület. Nem mozdul meg, nem baj, akkor itt oldalt próbáld. Akkor majd egy dolgot, ha gyakorolsz, majd egy idő után érdemes hozzátenni, hogy a be- és kilégzés hossza az nagyjából egyforma legyen, és 9 másodpercnél ne legyen több se a be, se a kilégzés. 4-5 másodperc, az teljesen jó. Akkor ha kilélegeztél, akkor majd vedd le a kezed a derekadról, és akkor kirázzuk. És akkor akinek kell, igyon valamit,